Érzékenyítő programot tartottak a könyvtár által szervezett olvasótábor résztvevőinek tegnap. A becsehelyi Orsós Henrik és a nagykanizsai Kovács Attila erősen gyengénlátók. Mindketten egy speciális szakiskolában tanulnak Budapesten. A két fiatal saját életük mellett arról is mesélt, hogyan oldják meg például a közlekedést a fővárosban, vagy milyen szerepet játszik az életükben a sport. A tervek szerint a kamaszok a közeljövőben megismétlik előadásukat a könyvtárban.